mostani kitelepülésnek egy úgynevezett támogatott program, ez a Sportline magazinnak a ilyen selejtezője, mondjuk úgy, az első 50 Sportline előfizetőből választjuk ki azt a 15 embert, aki megy majd egy következő gokártos programra, és a végén egy ember marad, aki a Sportline és az SBR Racing színeiben októberben megrendezésre kerülő gyorsasági futamon egy Suzuki Swift-tel majd rajthoz állhat. A szimulátor lényege, ugye, mint minden egyes szimulátornak, az aktívan változó körülményeket leszimulálni, és a legjobban, ezt mondhatom, hogy nekünk sikerült eddig a legjobban megcsinálnunk, hiszen a gép jelenlegi tudása az az, hogy 0,5 G folyamatos erőterhelés érti titeket, hogyha beleültök a gépbe. Ugye 0,2 G fölött diszkomfort érzete van az embernek, a csúcs erőterhelés az 2 G. Ugye ennek a gépnek a tudása még abban rejlik, hogy mind a mellett, hogy le tudja ezeket az erőket szimulálni, ezt tökéletesen teszi. Tehát pont ugyanúgy viselkedik a gép, mint ahogy egy autó viselkedik azon az adott úton, útszakaszon. A szimulátor és az életben lévő dolog között azért van egy akkora különbség, hogy ott, ha odaütöd az autót, azért sérülsz te is és az autó is, tehát kicsit drágább mulatság, én mondjuk a szimulátorral. Nem szeretnék neveket mondani, de Magyarországon elég komoly versenyzők, autóversenyzők nagyon szép eredményeket érnek el, és nagyon sikeres az, hogy előtte legyakorolják a pályát nálunk, illetve van számunkra egy fontos ember, aki egy írországban versenyzik, illetve most már a világon az összes Maserati kupában induló ember, havonta egyszer egy hetet itt tölt nálunk, és szimulátoron az adott pályát begyakorolja. Az ő elmondására támaszkodva 100%-ig tökéletes. Magyarország első háromdimenziós szimulátorában ülünk, ami fél G-től egészen 2G erőhatásig szimulálja az erőhatásokat, teljesen élethű élményt ad, tehát magyarán szólva abszolút valós időben kapjuk azokat a hatásokat, amiket az autó épp elvisel, úgymond az úttesten, visszaadja a kavistól a murváig minden egyes útfeleten a viselkedését az autónak, illetve a fizikáját. A szimulátor az igazából 2G mozgást ad maximális terhelés alatt, de folyamatos másfél G-s terhelés kap úgymond a szervezetünk. Itt most jelenleg egy rally módban üzemel, és egy Z4-es coupé BMW-vel próbáljuk lehetőleg az ideális íven bevenni a kanyarokat. Abszolút ugyanúgy kell egyébként elvezetni, mint egy normál hétköznapi autót, annyi különbséggel, hogy ezek értelemszerűen egy erősebb autókból összeállított játék. És hátsó kerék meghajtású, de aki kilincsel előre szeret vezetni, például annak ideális, de az S2000-es kategóriától kezdve egészen a régi B-csoportos autókig bármilyen autót le tud gyönyörűen szimulálni. Tréningezni, tresztelni is tudunk elég jól ezen a szimulátoron, nem csak a hobbira vagy a have fun-nak élve. Ez meleg volt, megmondom őszintén, hogy volt alkalmam korábban az Astra kupában egy néhányszor indulni, aztán a 5-6 évvel ezelőtt indult Suzuki kupában egy hasonló autóban ültem már, és ott izzadtam meg hasonlóképpen. Azt gondoltam, hogy egy szimulátor az csak imitálja ezt a dolgot, de imitálja, de olyan szinten, hogy tényleg az embernek a szőr feláll a hátán, és remeg a kezem, lábam, és kiver a víz a sebesség és a fékezés élményétől, tehát tökéletesen hozza azt a feelinget, amit a versenypályán, a Hungaroringen már volt alkalmam kipróbálni. Szóval picit azért más technikával kellett vezetnem, vagy a harmadik körben kezdtem csak ráérezni, hogy hogy is van. Ahhoz képest, amit azért a pályán az ember megkap és közvetlenül érez. De hát ennek a gépnek az is nagy előnye, hogy finom beállításokat is lehet ott a hangolásokat elvégezni. Tehát kiki a saját versenyző stílusához, vagy autójához egészen hasonló beállításokat tud itt imitálni.